A tiszta levegőért november végéig engedélyezett az avar és a kerti hulladék égetése a szabadban. Tablet és e-tankönyv. A Premontrei Gimnázium Z osztályában mindennaposak a digitális oktatás kellékei. Jutalomjáték. Márton Paltjerzőt, a szocializmus kisemberét formálja meg a színház új darabjában Jordán Tamás. Jó estét kívánok! Ez a Szombathely Televízió híradója. Szombathelyen október elejétől november végéig lehet a szabadban száraz avart és kerti hulladékot égetni. A helyi rendelet elsősorban a komposztálást javasolja, mert így nem kerülnek káros anyagok a levegőbe. Idén eddig már 142 szabadtéri tűzhöz riasztották a megye tűzoltóit, ami több mint kétszerese a tavalyiaknak. Térkép jelzi a légszennyezettséget, más városoktól eltérően Szombathelyen tűrhető a levegő, az ősz mindig problémás időszak, sokszor alakul ki légköri záróréteg, ami szélcsenddel is párosul, főleg esténként nő meg a szállópor tartalom. Ez a lakossági tüzelőberendezések használatára is visszavezethető, és szerintem teljesen egyértelmű szemmel látható bárki számára, hogyha a szomszéd kerttulajdonos elkezdi tüzelni a összegyűjtött avar és kerti hulladékot, ahogy ebből itt nem tud egy tiszta égés megvalósulni, nem tud egy megfelelő hőfok kialakulni, éppen ezért számos káros anyag szabadul fel. A lombhullás komoly feladatot ró a kiskert tulajdonosokra. Molnár Lajos a levelekből komposztot készít, ami visszaforgatható a földbe. A diófa lombja viszont erre nem alkalmas. A Kertbarátok Egyesülete a tűzgyújtást határozatban szabályozza. Ha országos égetési tilalom van, akkor nem égetünk egyáltalán a kertekbe, semmilyen formában. Ha nincs, akkor hétfőtől péntek délig lehet égetni, hordóba, szalonosítőhelyen, felügyelet mellett. Pattog a tűz az egyik parkertei kis kertben, hordóban égetik el a kerti hulladékot. A faleveleket azokat a komposztálóba szórjuk, az ugye lebomlik, csak a faanyagot égetjük el, de azt viszont szigorúan felügyelet mellett csak és a hordó mellett állva, mert ha a potyog ki, akkor az vissza is kell szórni. Szeles időben ne égessünk, és mindig legyen víz vagy oltásra alkalmas eszköz a közelben, ezt javasolják a tűzoltók. A tapasztalat szerint az esetek többségében emberi mulasztás vezet a szabadtéri tűzesetek kialakulásához. 2017-ben közel 90 esetben riasztották a tűzoltókat szabadtéri tűzesetekhez, 2018-ban ez 63-ra esett vissza, idén pedig már 142 szabadtéri tűzhöz kellett vonulni a megyei egységeknek. A tűzgyújtást önkormányzati rendelet szabályozza. Szombathelyen október 1 és november 30 között a vasárnapok és az ünnepnapok kivételével reggel 7-től este 7-ig szabad elégetni az avart és a kerti hulladékot, amely nem tartalmazhat kommunális, ipari vagy veszélyes anyagot. A fűtési szezonban az is fontos, hogy megfelelő minőségű tüzelőanyag kerüljön a kályhákba, kazánokba. Szépkorú születésnaposokat köszöntött a polgármester. Újabb patikában segíti a munkát a robot. Vasárnap hajnalban kezdődik a téli időszámítás. Rövid hírekkel folytatjuk. 90. születésnapi alkalmából miniszterelnöki oklevéllel köszöntötte Nemény András polgármester Varga Lászlónét. Mária néni Szombathelyen született. A Szili János általános iskolába, majd a közgazdasági szakközépiskolába járt. Aktív éveiben a takarógyárban dolgozott egészen nyugdíjba vonulásáig. Özvegy, két gyermeke, négy unokája és két dédunokája van. Ugyancsak 90. születésnapján gratulált Nagy Józsefnének a polgármester. Ilona néni Nádasdon született, előbb Perenyébe, majd Budapestre került, ahol cselédként dolgozott. Miután Szombathelyre költözött, dolgozott bölcsődében, étteremben és a Remixben. Özvegy, három gyermeke született, öt unokája és nyolc dédunokája van. Szeret közösségben lenni, tagja a Petőfi Telepért Egyesületnek.
Megújult a Gábor Áron utcai gyógyszertár. A városrészben hiánypótló elődje 1993-ban kezdte meg működését, majd 4 évvel később a jelenlegi helyén szolgálta a betegeket. A patika nemrég csatlakozott egy országos hálózathoz, amelynek most a referencia gyógyszertára is lett. A fogyasztói szokások az elmúlt években jelentősen megváltoztak, a prevenciót szolgáló eszközök közül a vásárlók választanak, amelyhez szakmai segítséget is kapnak. A gyógyszer kiadást és rendszerezést robot végzi, és a patikában intim sarok is működik, ahol személyes tanácsokat adnak a patikusok. Október utolsó hétvégéjén áttérünk a téli időszámításra. 27-én vasárnap hajnalban 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órát, vagyis 1 órával többet alhatunk. Ez a normál időszámítás, amely 2020. március 29-éig tart. Az óraátállítást először az 50-es években alkalmazták, majd 1980-ban vezették be újból Magyarországon. Várhatóan nem lesz hosszú életű, az Európai Parlament tavasszal megszavazta a kivezetését, így legkorábban 2 év múlva megszűnik a téli és a nyári időszámítás váltakozása a kontinens országaiban. Elhunyt Hekenaszt János építész, a Vasi terv egykori főmérnöke, aki számos köz-, lakó- és ipari épületet tervezett a megyében, főként Szombathelyen. Tevékenysége különösen a vérellátó alközpont tervezésének elismeréseként megkapta az építész szakma legrangosabb díját, az Ibl Miklós díjat 1969-ben. Jelentősebb munkái közé tartozik a Gagarin utcai kórház, a felszabadulási emlékmű, az ANTS és az Apex székház, valamint a szőlősi Jézus szíve plébánia templom tervezése. Számos épület és tér felújítása fűződik a nevéhez. Alapító tagja volt a Szombathelyi Szépítő Egyesületnek, a Rumirajki Műpártolókörnek és a Vas megyei építészkamarának. Életművét szülővárosa Hefele-Menyhér díjjal ismerte el. A Szombathelyi Televízió a 3 éve készült portréműsorral emlékezik Hekenaszt Jánosra, hétfőn este a 7 órai híradó után. E-tankönyv, tablet, e-mailben érkező feladatsor és speciális alkalmazás. Ezek a digitális oktatás kellékei, amelyek a Premontreiben ez év szeptemberétől mindennaposak. Külön osztály indult a Z-generáció készségeire építve. Néhány bemutató órán mi is ott jártunk. A foghálózatról tanulnak földrajzórán a diákok a Premontrei gimnáziumban. A digitális tananyag feldolgozását szemléltetik bemutató órákon a nemrég indult Z-osztályban. A szélességi kör értékei innen távolban nőnek 90 fokig, a pólusokig. A tanár először a tábláról továbbítja a feladatot a gyerekek eszközeire, akik a válaszokat visszaküldik a pedagógusnak és közösen ellenőriznek. Ugyanígy zajlik a magyar, a német és a történelem óra is. Mindenki tabletet használ, ezen keresztül érik el a tankönyveket, a leckéket. Folyamatos az internet összeköttetés, és az órai munkát is ehhez alakítják. A testvérem is ide jár, és a délutáni tanórák nagyon megfogtak, és főleg a robotika, az informatika nagyon érdekel. Egy ismerősöm ide járt, és mondta, hogy nagyon szereti ezt az iskolát, és én már 7-ben megjöttem megnézni nyílt napon, és azóta már nagyon tetszik, 8-ba is eljöttem még egyszer megnézni a sulit, és akkor felvettek a Z-be. Még csak 2 hónapja folyik az oktatás ezzel a módszerrel, de már most látszanak az első tapasztalatok. A Z-generáció körében minden népszerű, ami korszerű. Nagyon várakozóak voltak, és úgy veszem észre, hogy nem csalódtak, mert nagyon jó visszajelzéseket kaptunk tőlük és a szülőktől is. Úgy veszem észre, hogy hamar sikerült ráhangolódniuk, ugye ez a digitális világ nem áll olyan messze tőlük. A legnagyobb feladat talán az, hogy a megfelelőképpen tudják ezeket használni. Vagyis, hogy kevésbé a szórakozás, sokkal inkább a tudás megszerzésének eszközeként tekintsenek a diákok a digitális eszközökre. 1997-ben a Merlin Színházban mutatták be Hamvai Kornél Márton partjelző Fázik című díjnyertes darabját, amelyben Jordán Tamás élet egyik legkiemelkedőbb alakítását nyújtotta. 20 év után a Vörös Sándor Színház színpadán formálhatja meg újra a kisszerű egykori 3x3-as ügynököt, aki tanácstalanul bolyong a saját életében. Tériszonyos rendőr igyekszik lecsalogatni télvíz idején a nyugati pályaudvar tetejére tévedt öreget. Csak mégis, nem?
Szólhattak volna a maga kollégái. Márton partjelző, aki 12-szer lengetett az NB1-ben, és egyszer majdnem meccset is vezetett, most a nagy világatlasszal a kezében céltalanul rója az újpesti utcákat. Kocsmai törzsvendég, egykori lepkegyűjtő, és volt 3x3-as ügynök, akinek a vállán ott az egész 20. század. Sorsában a késői Hortikor és a szocialista évtizedek kisembereinek teljes reménytelensége összesűrűsödik. A Hambanynak az írását azért szerettük sokan, mert ő nem egy olyan 3x3-ast akart ábrázolni, akit meg kell vetni, le kell köpni, ki kell zárni a társadalomból, hanem egy olyan kis embert, aki nagyon hitt mindabban, ami őt körülvett, a szociális. Tehát ő azt gondolta, hogy egy ügyet szolgál, egy ostoba, kis ember, nem gonoszságból csinálta, hanem kötelességtudatból. Nem lehet késő! A fekete! Ez az utolsó esélyem, próbáljuk meg, kérlek! Márton mogorva ember, senkihez nincs egy kedves szava, feleségével érzéketlen, nincsenek barátai. Élete értelmetlen, mintha meg sem történne, akár az a bizonyos, köd miatt elmaradt futballmeccs. Tehát 20 év után a kislányom meglát, a preparátor miatt az utolsó arcomon nem látja, hogy bocsánatot kérek. Hambai műve a rendszerváltást követő években született, amikor az ügynök listák lázban tartották a közvéleményt. Ám a történet 20 év után is maiként hat. Nagyon velünk élő vagy jelenvaló konfliktus, hogy az embernek minden időben kell valamiféle értelmes stratégiát kidolgozni arra nézvést, hogy hogyan lehet valahogy épp elmélyűen végigélni az egész életet a világnak ebben a térségében. Külön ad egy aktualitást neki, hogy mindezt nem valamiféle keserves, mardós szomorúsággal teszi a darab, hanem mérhetetlen humorral. Vagy negyed órát, ki a bemutcán? A frankfestékeshez be kéne ugrani, francia kölnie van pult alól. A történet különböző idősíkokon játszódik, ami nagyfokú koncentrációt kíván a színészektől. Jordán Tamás 57 évesen formálta meg először Márton partjelzőt, most életkorban csak nem utolérte legendás szerepét. Számára mindez jutalomjáték. Alkalma nyílik arra, hogy a figura új mélységeit bontsa ki. A Márton partjelző fázik premierje pénteken 19 órakor kezdődik a Márkus Emília teremben. Történelmi sikert aratott a Falkó Vulkánó Energia KC Szombathely, amely Perl Zoltán pont erős játékával a görög bajnok PAOK csapatát fektette Kétvárra a Vasi megye székhelyen. Zsúfolásig megtelt az Arena Szavária a Falkó első hazai bajnokok ligája csoportmérkőzésén. A vendég a görög PAOK együttese volt, amely remekül kezdte a találkozót. Ezt követően vette hátára a sárga-feketéket Perl Zoltán, aki először a 3 pontos vonalon túlról talált be. Az első negyed végén Benke egyéni alakításával tovább faragta a szombathelyiek hátrányát. A görög bajnok Smith pont erős játékával őrizte lépés előnyét, így a vendégek vonulhattak nyugodtabban az öltözőbe 20 percnyi játék után. Térfél cserét követően új úterővel rohamozott a Falkó. Először Perl átadását Redik zsákolva juttatta a kosárba, majd a szombathelyiek 9-esen maga volt a végrehajtó. A hajrához közeledve egyre többet hibáztak a vendégek. Az addig brillírozó Smith-től Hooker vette a labdát, az irányító pedig ponttal fejezte be a támadást. Néhány pillanattal később Perl zicserének tapsolhatott a közönség. A 76-66-os végeredményt végül Smith 3 pontosa állította be. Nagyon örülünk, hogy már a második fordulóban meg tudtuk szerezni. Úgy érzem, hogy nagyon jó hangulatú meccs volt. Tényleg egy igazi kosárőrnek mondhatjuk azt. Ugye az első az egy BL meccsen, úgyhogy nagyon örülünk, hogy egy jó mérkőzésen nyerni tudtunk. A Falkó történelmi győzelmet aratott, amelyet percekig tartó vastarpsal jutalmazott a közönség. A csapat jövő szerdán a Zaragoza otthonába látogat. A Szombathely Televízió híradóját látták 2019. október 25-én. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!